Szalú az a sziasztok emberek, most olvasom, hogy Magyarországon bevezetik ezt az országbérletet és vármegye bérletet. Azt nem tudom, hogy mit jelent az a vármegye bérlet. A teljes áru egy 18 ezer valamennyi, most nem tudom pontosan. Mit akarok mondani, hogy ezt mondjátok már meg, mit jelent az a vármegye bérlet, hogy pontosabban tudjuk, akkor, mert ez engemet is érdekel, meg szerintem többünket is érdekel, akik visszamennének pihenni Magyarországra, remélem ezt megengedik. Mit is akarok mondani, tehát ja, a BKK-ra az miért nem jó? Tehát úgy lenne jó, hogyha a BKK, tehát a helyi közlekedésre is aktuális lenne, mert ez így nem érvényes, ez így nem jó, én ebben nem egyezek bele. Tehát mondtam ott a MÁV-nak, hogy legyen ilyen országbérlete, olcsó közlekedési lehetőség, hogy A-ból B pontba el tudjunk mi is utazni. Tehát ne kelljen már szarakodni. Tehát nem tudom, euróba az most mennyi hirtelen, olyan 40-45 körül, 45 euró körülbelül. Meg az, hogy legyen a helyi járatra is. Tehát ugyanennyiért, vagy kicsit kevesebb, én kicsit sokallom. Tehát nem sokáig tartózkodunk Magyarországon, a egy hét, két hét talán, pihenés szempontjából, és így, tehát ennyi időre kurvára sokallom azért 45 eurót kifizetni. Na így ennyit.